Péntek délutántól vasárnap estig pattogott a labda a Continental Arena küzdőterén, a 14. Kelet-Magyarország Eastman Hungária Kupa teremlabdarúgó tornán. A 32 csapat összesen 65 mérkőzés játszott a kézilabda méretű, de 5x2 méteres kapuval ellátott pályán. A kispályás bajnokságokban szereplő együttesek mellett alkalmi csapatok is indultak, amelyekben több korábban magasabb osztályban szereplő futballista is megmutatta tudását. Három megyéből érkeztek, tehát már megszokott, hogy Hajdú, Borsod és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből érkeznek a csapatok. Arra is büszke vagyok, hogy a Decathlon Konyhaműből Nyíregyházi Sportcentrum városi kispályás bajnokságban 16 csapat itt van, és itt edződnek a nem sokára induló tavaszi bajnokságra, de a megyéből 16-17 településről jöttek el különböző csapatok, és nagyon jól érezték magukat, már is regisztráltatták magukat a következő évi tornára, hiszen nagyon sok olyan csapat van, aki visszatérő, a 14-ből legalább 12 alkalommal itt volt már ezen a tornán. A főszervező szerint évről évre magasabb a színvonal a tornának, ezúttal is sok volt a kiegyenlített, izgalmas mérkőzés. Korábbi években általában 8-10 gólok születtek egy-egy mérkőzésen, most még nagyon szoros meccsek voltak, 2-1, 3-1, 1-0, és ez azt jelzi, hogy nagyon jól pörgetik a csapatok, igazi specialisták jönnek el erre a tornára, de jól szolgálja a felkészülést. Annak is örülök, hogy megyebeli csapatok is itt voltak, hiszen a Sényő csapata szinte kompletten, a Nyírbátor csapata, ugye Nyírségkopi néven itt volt, de itt volt a Nyírtúra, a Barabás csapata, a Mérknek a csapata, és ők vissza is fognak jönni a következő évekbe is, és én bízom benne, hogy jól érezték magukat, és jól szolgálta ez a felkészülésüket. A tornát végül a Real Tate csapata nyerte a Macsa Kft. És a Szabolcsi Ragadozók előtt. A gólkirályi címet a Szabolcsi Ragadozók csapatában szereplő Bodnár Márk szerezte meg, a legjobb játékosnak a Macsa Kft.-t erősítő Szilágyi Ákost, a legjobb kapusnak pedig a Real Tate hálóvérét Jakocska Csabát választották meg a szakemberek.